Köszöntöm nézőinket, önök a Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Lássuk mai magazinunk tartalmát. Kultúrát borfogyasztás szabályaival ismerkedtek Dombóváron. Jó borok, kellemes hangulat a Dombor Festen. Szavazataikat kéri a Kapos Kórus Dombóvár. Egymást közt versengtek a Dombóvár Darts Egyesület tagjai. A Dombor Fest rendezvény sorozat egy kellemes este keretein belül biztosított lehetőséget azok számára, akik mélyebben szerettek volna megismerkedni a borokkal. A kóstoló nagyszerű élmény volt az érdeklődők számára, a könnyebb fajtákkal indítva jutottak el a testesebb vörösekig. A borkultúrának és a kulturált borfogyasztásnak az egyik legfontosabb eleme a bor, megfelelő kínálása és fogyasztása, amiből nem volt hiány a Dombóvári Domborfest kezdőnapján, ahol az érdeklődők a jó borok kóstolása mellé számos hasznos információt is kaptak. A magyar ember két esetben iszik, egyszer, ha örül, egyszer pedig, ha bánata van. Na most a kettő eset közül egyik mindig előfordul. Viszont a mi feladatunk, borászok feladata az, hogy megtanítsuk az embereket a kulturált borfogyasztásra, a bor élvezeti értékeinek a felismerésére, és a bor felhasználását az étkezésbe, tehát a bornak nagyon nagy szerepe van ebben a társadalomban, az emberi kapcsolatokban, a gasztronómiában, és mi erre vagyunk hivatottak. Azt mondják, hogy a borkóstolás tudomány és művészet. Tudomány abból a szempontból, hogy bizonyos anatómiai, kémiai, borászati, gasztronómiai ismeretek nélkül egy borról nem lehet más mondani, csak az, hogy hát ez egy jó anyag, kérek még egy pohárral. De mi ennél többet szeretnénk, mi szeretnénk a bor ízszerkezetét, élvezeti értékét feltárni a hallgatók előtt, és rávezetni őket a borkóstolás szabályaira. Nagyon fontos, hogy a borkóstolásnál az érzékszervek mindig megfelelő állapotban legyenek. Ez azt jelenti, hogy a borból először illatmintákat veszünk, és az illatminták vétele után, egy bizonyos idő után elfáradnak a szaglóidegek, ezért pihentetni kell. Az ízeknél ugyanez a helyzet, tehát több bor megkóstolása után az ízlelő bimbók elfáradnak, ilyenkor vagy egy korty vizet megiszunk, vagy valami olyan élelmiszert fogyasztunk, ami semleges ízhatású, tehát egyszerű sajtokat, vagy zsíros kenyeret, vagy esetleg pogácsaféléket, és ezek akkor a feltételes reflexek alapján termelődő nyál kiöblíti ezeket az úgynevezett papillákat, érző idegvégződéseket, és akkor újból érezzük a bornak az ízvilágát. A bor kóstolásának van egy általános rituáléja, amely abban segít, hogy a bor minden szépségét és részletét kiérezzük és kiélvezzük. A borfajtákra a keverés a készítésnél ott érvényes, de úgy egyébként a fogyasztásnál, tehát a kézborok fogyasztásánál már érvényes ez a mondás, ugyanis az a szabály, hogy édes bor után ne fogyasszunk másmilyen bort, mert nem fogjuk érezni az ízeit, és ezért vagy vörös bor után ne kóstoljunk például fehér bort, mert a vörös bornak a ízvilága annyira elnyomja az ízlelő bimbónkat, hogy nem fogjuk megérezni a fehér bornak a hatását. Tehát van ilyen szabály, hogy milyen sorrendben szabad kóstolni a borokat. Ebben a sorrendben fogjuk majd a borokat felkínálni, tehát először a fehér borokat kínáljuk, utána a rozébort, és utána a vörös borok jönnek a kóstolási sorrendnek megfelelően. Irsai olivér és chardonnay fehér fajtájú, és akkor egy vegyes rozébor, és egy kékfrankos vörösbor, meg egy szekszárdi bikavér. Tehát ez a kóstolási sorrendnek is megfelel, mert a sav és az íz világuk ezeknek a boroknak lehetővé teszik, hogy ezeket egymás után sorba kóstoljuk. Természetesen kóstolás közben kis szünetet tartani, és ahogy mondtam, az ízlelő bimbókat egy kicsit felfrissíteni, hogy újra érezzék a ízeket. Mi magyarok boros nemzet vagyunk, a bor a kultúránk része, így része a mindennapjainknak és az ünnepeinknek is. A borfogyasztás a benne lévő alkohol miatt azonban felelősséggel is jár. Ahhoz, hogy a bor valódi értékét átélhessük, érdemes pár dologra odafigyelni, és követni a mérsékletes borfogyasztás szabályait is. Az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött a magyar borkultúra,
Most már az emberek nagy része tudja azt, hogy a bor az egyik legfőbb élvezeti cikkünk, ami az életünket szebbé teheti, és különösen a táplálkozásunkat, tehát a gasztronómiában szerzett élvezeti örömöket szebbé tehetik. Tehát nagyon intenzíven fejlődik a borkultúra, ezt lehet tapasztalni nagyon sok felé. Egy finom pohár bor oldottabbá teheti a beszélgetést, és felpörgetheti a hangulatot, ami megmutatkozott a Domborfest borkóstolója alkalmával is. A Domborfest pénteki borkóstolóját egy egész napos program követte. A résztvevőknek kellemes hangulatú színpadi műsorokkal készültek a szervezők. A pavilonokból kínált borok mellett a hagyomány ápolás is helyet kapott a rendezvényen. A Dombóvári Zenész Egyesület jó hangulatú egyvelege nyitotta meg a rendezvényt a város közösségi terén felállított színpadon. Az elmúlt évek során többször voltak kezdeményezések, többször már több helyszínen. Ez azt jelenti, hogy akár mondhatom ezt is, hogy van hagyománya, de az idén új helyszínen vagyunk. Sajnos 19-ben követően 20-ban nem tudtunk megtartani ezt a rendezvényt, de olyan partnerekkel sikerült összefognunk, mint a Német Nemzetiség Önkormányzat, a Kerneni Baráti Kör és a Domváry Kertbarát Egyesület. Ő az a három szervezet, aki mai napnak a szervezői, rendezői, és nyilván örömmel mondhatom, hogy szponzorai is, hiszen egy olyan rendezvényen vagyunk, ahol az önkormányzat szerepvállalása csak a közterület biztosításával kifejeződött be, és remélem, hogy ezek a civil szervezetek, akikkel ma egymás kezébe csaptunk, hagyományt tudnak teremteni. Mi minden évben szívesen biztosítjuk a helyszínt, sőt, remélem, hogy évre többen is fogunk lenni, és ami nagyon fontos, és nem véletlenül szorongottam ezt a porrat, első ízben van rá lehetőség, hogy minimális összegért lehet vásárolni egy új porrat, amit nyilván egész este lehet használni, haza lehet is vinni, és Dombóvárnak az új arculati eleme van rajta. Kóstoltam a Kertbarátoknál egy idei Chardonnayt, nagyon finom volt, nyilván ő még csak reménykeltő. Most pedig azt hiszem egy villányi vöröset iszok, de hát nem tudnám megmondani a termelőt, ezt már úgy kaptam menet közben. A Kernereknél viszont ittam egy nagyon finom fehér küvét, annak szintén nem tudnám megmondani a nevét és a termelőjét, hiszen azok a barok Németországból származnak, de azt gondolom, hogy felveszik a versenyt a magyar termelői barokkal. A kilátogatók örömmel elegyedtek szóba egymással, vitatták meg ügyes-bajos dolgaikat egy jó pohár bor mellett. A művelődési ház előtti téren felállított pavilonokban mindenki találhatott kedvére való nedűt. A vörös borok közül a kicsit lágyabb Cabernet Franc nevű borok kedveltek. Ifjúkoromban a kadarkát ismertem meg, mivel a falusi szőlősgazdák még kadarka ültetvényeket raktak. Azóta jött divatba ez a jófajta francia származású borocska, és bizony ez is meg tudja csiklandozni az ember gigáját. Van Dombóvárnak szőlőhegye, ez nem új keletű, amikor a Dombóvára alakult, mi az egy lapos rész volt, ott nem lehetett szőlőt nevelni, ezért kinevezték szőlőhegynek a szembeálló dombot, és ott egy ilyen löszös talajon nagyon kellemes aromájú, jófajta borokat lehet termelni. Vannak régi tőkés formájú, vannak már kordonos formájú művelések, és most bejött a divatba az osztrák módszer, német módszer, hogy füvesített aljjal nevelgetik a szőlőt. Jó borokat lehet azért találni. A Dombóvár környéki bortermelők is alkalmanként hoznak egy-két arany minősítést a borukra. A beszélgetések mellett fontos szerepet kaptak a délután folyamán a kulturális rendezvények is. A helyi és környékbeli hagyományápoló egyesületek szórakoztatták a Domborfest látogatóit, akik az ősziesen hűvös időjárás ellenére is jókedvűen hosszas beszélgetéseket folytatva vettek részt a rendezvényen. A Tamásiból érkezett Musette Harmonika együttes régi dallamokat varázsolt elő fellépése alkalmával. A jó
jó muzsikának köszönhetően a nézőtéren akadtak olyanok is, akik táncra perdültek, de a legtöbben a Dombóvár felirattal gravírozott poharaikból ízlelgették a termelők által kínált borokat, amíg a színpadon váltották egymást az együttesek. A kurdi kaposmente hagyományőrző néptánc csoport őszi műsorával érkezett a fesztiválra. Az előző években számos helyszínen jelent meg a borhoz kapcsolódó fesztivál Dombóváron, a szervezők azonban bíznak benne, hogy a következő években hagyományként megy tovább majd a Domborfest a település művelődési háza előtti téren. A most következő formáció kezdetben Dombóváron és a dombóvári kistérségben lépett fel, majd később országosan is egyre több lehetőségük nyílt a vendégszereplésre. De a 70-es évek végén már külföldön is koncerteztek. 2004-ben Tolna megyéért díjat kaptak, most egy újabb megyei elismerés lehet az övék, melyhez az önök segítségét kérik. Dombóvár város elismerő díszjelvénye, kiemelt hangversenykórus, több alkalommal aranykoszorú diploma minősítés. Csak néhány azok az elismerések közül, amit a dombóvári kapos kórus közel 5 évtizedes fennállása alatt magáénak tudhat. Jövőre lesz 50 éves, és egy nagy koncertsorozattal készülünk, 50 év, 5 koncerttel a jövő év október 22-i. Tulajdonképpen jubileumi ünnepi koncert, amely fotókiállítással egybekötött emlékképek felidézésével és egy nagyszabású koncerttel. Az elmúlt 48-49 évből lassan 26 fűződik, 27 a művészeti vezetésem alá. Ebben évi 8-10 koncert biztos, hogy volt. Évente külföldi utak, minősítők, nagyon sok minden olyan névós rendezvényen fellépett a kapos kórus. A legutóbbit azt hiszem, hogy a Kodály centenárium, Kodály ünnepség sorozat keretében egy Missa Breviszt énekeltünk a Pécsi Mecsek kórussal közösen Pécset, és itt Dombóvárnak óriási sikere volt. A gyakorlás az nagyon fontos, nem csak a professzionális zenészeknek, hanem az amatőr zenészeknek is. És azt kell, hogy mondjam, hogy éves szinten, 10 hónappal számolva a nyári szünetet, ugye mindenki békésen tölti, egymagában gyakorol, de évente 10 hónap, és ha belevesszük, akkor a heti 2 próba, plusz a fellépések előtti közös próba, plusz a 8-10 éves fellépés, egy igen szép számot, 100 fölötti számot ad ki próbák és fellépések tekintetében. A kórus által az elmúlt években bezsebelt díjak is mutatják, hogy a kitartó munka meghozza az eredményt. A magas színvonalú éneklés lehet vele született adottság, de mindenféleképpen tanulást és rendszeres gyakorlást igényel. Aki ismeri a zenét, aki jártas és műveli valamilyen szinten a zenét, és hát személyemet valamennyire ismeri, akkor nyilvánvalóan tudja, hogy a szigor, tehát zenélni nem szigorral, de borzasztó fegyelemmel lehet és kell is, hiszen a zenében minden század másodperc előre megkomponált, illetve ahhoz, hogy 30-40-50 ember, vagy esetleg 3 is együtt tudja muzsikálni, ahhoz a legnagyobb fegyelemre van szükség, és figyelemre, és természetesen a zene szeretetére. Egyik olyan
kiemelkedő nívós együtteséről, amatőr együtteséről van szó, amely valamikor az ének zene tagozatos általános iskolában tanult egykori diákokból áll, és ma is kiválóan szolmizálnak, énekelnek. Itt az utánpótlás képzéssel egy picit mindig példálozom, és a régi elődökről lehetne példát venni egy picit jobban, hogyha hasonló létszámmal jönnének minden generációból, ami az elmúlt 50 évben ugye felnőtt, akkor nem 30-an lennénk jelenleg, hanem 120-130-an. De bízom benne, hogy az utánpótlás is meg fog oldódni a jövőben, ugyanúgy, ahogy eddig. Műsortervezete, repertoára az mindig az adott évnek a fellépései, illetve a tervezett koncertjei tekintetében kerül kiválasztásra. Van egyfajta választási lehetősége a kórustagoknak is, de általában a kínálatot azt én szoktam összeállítani, mint egy menüt, és hát szeretem mindig, hogyha változatos a menü, tehát az elmúlt 26 évben könnyűzenét, illetve bocsánat, könnyű zene nincs, szórakoztató zene van. Szórakoztató zenén keresztül a magyar kóruskultúra, az egyetemes kóruskultúrának egy-egy szeletét mindig valamilyen formában énekelte, és énekelni is fogja, szeretném, ha énekelni a kórus. A Kapos kórust egy újabb díjra találták érdemesnek, de ezúttal a közönség segítségére is szükség van a már nívós díjakat magáénak mondható együttesnek. 2014-ben került megalapításra a Tolna Prima közönségdíj, mely már 7 év óta minden évben előfordul így Tolna megyében, és ebben az évben az a megtiszteltetés ért bennünket, a Kapos kórust, hogy mi a három jelölt közül az egyik vagyunk. Szeretném kérni a dombovári civil szervezeteket, a dombovári polgárokat, hogy támogassanak bennünket, hiszen ez egy igen rangos díj, és e hónap november 18-tól november 25-ig egy héten át szavazhatnak a jelöltekre, és szeretnénk elnyerni ezt a díjat, hiszen jövőre leszünk 50 évesek, és úgy gondolom, hogy a sok munka azt tükrözi, hogy erre a díjra megértünk, és megérdemelnénk. Amennyiben tehetik, a következő napokban figyeljék a Kapos kórus közösségi felületeit, ahol megtalálható lesz majd az az SMS szám, amelyen keresztül szavazatukkal hozzásegíthetik őket a Prima közönségdíjhoz. Egy angol eredetű játékkal folytatjuk, ami sport is egyben. A célja apró nyilakat egy kör alakú céltábla különböző pontértékű szektoraiba juttatni. A játékosok felváltva dobnak, körönként 3-3 nyilat. A dobás értékét pedig a nyíl által eltalált szektorszáma adja. A hétvégén az idén tavasszal megalakult Dombóvári Egyesület rendezett házi bajnokságot. A kezdeti időszakban a darts sport a brit civilizációval érintett területeken terjedt el, majd teret hódított magának a világ többi részén is. Dombóváron nemrégiben alakult meg a sport köré szerveződött egyesület. Havi szinten rendezünk open, valamint amatőr versenyeket. Ugye itt a kettő közti különbség az, hogy az openra jöhet bárki végül is az országból. Itt meg lehet különböztetni ugye amatőröket, meg szabadidős kártyás, versenyengedéllyel rendelkező játékosokat. Az amatőr versenyekre meg csak olyan játékosokat várunk, akik nem szerepelnek a Magyar Darts Szövetség rendszerébe, tehát gyakorlatilag nem igazolt játékosok, csak valamelyik klubnak a tagjai. Ez minden hónap valamelyik szombatján kerül megrendezésre, de nekünk van egy ilyen hatfordulós házi bajnokságunk, és akkor hát igyekszünk hasznosan eltölteni a szabadidőnket. A dartsban legeket és szetteket kell nyerni. Az előre meghatározott számú szettet elérő játékos nyeri a mérkőzést. Így volt ez a Dombóvári Darts Egyesület hétvégi versenyén is. Most szombaton volt egy cricket nevezetű játékunk. Ez volt a negyedik fordulója a hat fordulós versenyünknek, és akkor vár még ránk egy páros verseny, valamint egy kiemelésrendszer alapján egy világbajnokság
alapján lezajló bajnokság, és akkor majd a hatodik forduló után kialakuló legjobb 8, majd megmérkőzik egymással a végső az éves győztes, az éves bajnok címért. Nevezési díjat dobtunk természetesen bele. Hát egy nagyon szép kupa, meg hát természetesen azért az elismerés, hogy a Dombóvári Darts Egyesület legjobbja a 2020-as évnek. 21-es, bocsánat, 21-es. Közben ez a kisebb kör, itt a triplák szerepelnek, tehát ha ide valaki bele tud találni, akkor az tripla 20, tehát 60 pontot ér. Na most abból, ha ugye 3 nyíl van a kezünkbe, 3-at dobunk, az a 180. Annál nagyobbat 3 nyillal nem lehet dobni. A szabadidő hasznos eltöltésére mindenki más programot választ, de miért is jó nyilakat dobálni egy számokkal ellátott táblába? Ez eléggé összetett dolog, hogy mi jó benn. Hát igazából minden. Tehát a társaság tényleg kortalan egy sport, tehát nem számít, hogy például egy más sportban, egy futóversenyben vagy egy labdarúgásban ott azért, ha nem a saját korosztályoddal versenyzel, az eléggé ciki tud lenni egy idő után. A dartsban nincs ilyen, tehát tényleg van 15 éves egyesületi tagunk, fiatal srác, van akár idősebb versenyeinken, 60 fölött is előforduló úriember is megfordul nálunk, és teljesen eltűnik a nemzedékek közti különbség, hogy így fogalmazzak, és például ez jó benne, hogy nagyon jó meccseket tudunk egymással játszani, akár 20-30 év korkülönbséggel is, tehát mondom, kortalan, a társaság, tehát az fantasztikus, tudunk örülni egymás eredményeinek, tehát azért elég nehéz eltalálni ezeket a pici kis szektorokat, és ha tényleg valaki beletalál mondjuk háromszor a tripla 20-asba egy 180-at dobag, akkor mindenki tapsol, mindenki örül a másik eredményének, nem az, hogy fú, ő neki miért ment ennyire jó, hanem ez teljesen jó, tehát örülünk, mert egy fantasztikus eredményt tud elérni. Egymás között, ha játszunk, az teljesen baráti, tudjuk egymás gyengéit, figyeljük, és akkor próbáljuk kihasználni, ezzel jókat nevetünk, hogyha sikerül, ha nem, akkor meg azon, hogy hát nem sikerül, tudtuk, hogy mi a gyenge, és mégse. A sport teljesítményre a versenyruk rányomja a bélyegét, amely sót gyakorlással leküzdhető. A fiúk úgy hívnak, hogy edzésmenő, most ezek is, tehát itt edzésen tényleg bárkit bármikor sikerül elvernem, ez versenyen nem igaz. Tehát nekem ezt még le kell győznöm, ezt azt mondják, több év kell, több rutin kell, hogy a versenyeken tudjak úgy koncentrálni. A darts egyébként nagyon erősen kell fejbe ott lenni a dologba, és ha kizökkent bármi, akkor már igen rosszakat tudsz dobni, és ezért tehát én nekem edzésen teljesen nyugodtan tudok játszani, versenyeken nagyon nagy bennem a drukk, és ez ugye, ha már remeg az ember keze, már nem úgy megy. Tehát nagyon sok verseny kell ahhoz, hogy az jól menjen. Jó hangulat, baráti versengés és hasznosan eltöltött idő jellemzi a Dombóvári Darts Egyesület összejöveteleit. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!